Különös élményben lehetett részük a Liszt Ferenc Énekzenei Általános Iskola másodikos tanulóinak. Farkasházi Réka látogatott el ma hozzájuk, akivel a diákok egy meglepetés produkcióra készültek. Hatalmas öleléssel fogadták Farkasházi Réka énekesnőt a Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Énekzenei Általános Iskolában a második osztályos növendékek. A népszerű énekes azzal a céllal érkezett az intézménybe, hogy egy rendhagyó tanóra keretén belül megismerkedjen a diákokkal, mivel a következő lemezbemutató turnéján Hódmezővásárhelyre érkezik áprilisban. Miután a vidéki helyszíneken nem nagyon ismernek bennünket, mert hogy a gyerekcsatornákon nem vagyunk mindennapos résztvevők, viszont Budapesten már nagyon nagy közönségünk és rajongótáborunk van, ezért arra gondoltunk, hogy közelebbi kapcsolatba kerülünk a helyszínekkel, mielőtt a koncertet megrendezik. Azt szerettük volna, hogy ha ezek a gyerekek, akik egyébként zenélnek, megismerik azt, hogy milyen az mondjuk egy zenekarral együtt zenélni, egy igazi nagy közönséggel találkozni. Egyáltalán az együtt zenélés örömét egy kicsit más szintre helyezzük. Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekar április közepén lép fel a városban. A kiválasztott intézmény diákjaival a mai napon egy rendhagyó tanóra keretén belül próbálták a koncert meglepetés produkcióját. Nagyon hálás vagyok mindig azoknak a szervezőknek, akiknek van arra igényük, hogy olyan zenekarokat hívjanak, akik még ha macerásabb is. Mert igen, erről nem szoktunk beszélni, de az mindig nagy bevállalás, hogyha egy nagy élő koncertet szerveznek le gyerekeknek, hogyha bevállalják azt, hogy mi szeretnünk a közönséggel találkozni a koncert előtt, hogy vannak olyan tanárok, akik partnerek abban, hogy a tanmenetből kiszakítva a gyerekeket időt adnak nekünk arra, meg a gyerekeknek, hogy mi próbáljunk. Az énekesnő és a zenekarvezető játékos feladatokon keresztül ismerhette meg a gyermekeket közelebbről. A fő próba jó hangulatban telt, és a sok gyakorlásnak köszönhetően gördülékenyen ment.